Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Átadták a teljesen megújult Podmaniszki Frigyes teret Budapest 5. kerületében. Az Arany János utcai metró megállónál lévő tér avató ünnepségén Szentgyörgyvölgyi Péter kerületi polgármester elmondta, hogy a rekonstrukció során 82 új fát ültettek és 30%-kal növelték a zöld felületet. Városi viszonylatban valóságos erdőt hoztunk létre a belvárosban, fogalmazott. A polgármester kijelentette, mindezen felül a gyalogos barát kifejezés valóban megállja a helyét, és a közösségi tér funkció mindenek feletti. 2,5 millióan számíthatnak a novemberi nyugdíjprémiumra, mert nem csak az öregségi nyugdíjasok, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja azt, aki jogszabályilag jogosult rá, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin emlékeztetett, hogy az állam akkor tud nyugdíjprémiumot adni, ha a gazdaság növekedése meghaladja a 3,5%-ot. Idén 4,6%-kal nő a magyar GDP, így a prémium 22 ezer forintos maximális összege minden eddiginél magasabb. 2019 a harmadik olyan év, amikor az emberek szorgalmának köszönhetően prémiumot adnak a nyugdíjasoknak, tette hozzá Novák Katalin. Hangsúlyozta, ha a gazdaság növekedése jövőre is meghaladja a 3,5%-ot, ismét számíthatnak a nyugdíjasok a prémiumra. Több mint 500 millió forint fejlesztési forráshoz jutott a Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet az Egészséges Budapest programból. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár elmondta, az EBP olyan nagyívű kórházfejlesztési program, amilyen nem volt az elmúlt évtizedekben Budapesten és Pest megyében. Kitért arra, hogy a csaknem 2 millió ember ellátásáért felelős Bajcsi Zsilinszky Kórházban 20 éve kezdte meg működését a szívkatéteres labor, amely most 2 csúcs technológiájú speciális röntgenkészüléket helyezhetett üzembe a támogatásból. Az államtitkár elmondta, lehetősége nyílik az intézménynek 150 számítógépet és 80 monitort is lecserélni, megjegyezve, hogy digitális egészségügyről a hozzátartozó modern eszközök nélkül nem lehet beszélni. Ünnepélyesen átadták csütörtökön az Alföldi Tej Kft. Sajt és porító üzemét, amelyet csaknem 200 új munkahely jött létre Debrecenben. A 15 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 4,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arra utalva, hogy a cég magyar termelők összefogásával jött létre, és ma is 100%-ban magyar tejtermelők tulajdonában van, azt mondta, Önök mentették meg a magyar tejipar becsületét, ami nem sikerült például a cukoriparban. Az automatizált gyártósoron 8 ember napi 250 ezer liter tej feldolgozásával 25 tonna sajtot képes naponta előállítani. Az évi 8000 tonna kapacitású sajtgyár a teljes mintegy 60 ezer tonnányi magyar sajtimport hetedét képes kiváltani. A porító üzemben évente 6500 tonna porterméket készítenek majd édes savóból. Az üzemben elsősorban a Debrecen környéki tejtermelőktől érkező friss tejet dolgozzák majd fel. Bácskai János Ferencváros polgármestere, a Fidesz-KDNP pártszövetség polgármester jelöltje beszélt a kerület értékeiről a Heti TV Pirkadat című műsorában. A politikus elmondta, hogy a kampány zajlik benne a plakátháborúkkal, de mindezek hozzátartoznak ehhez az időszakhoz. A kihívók kapcsán arra beszélt Bácskai János, hogy az ellenzéki politikusok között lezajlott előválasztás arra mindenképpen jó volt, hogy jobban meg lehetett ismerni őket, a hozzáállásukat úgy jellemezte, hogy mintha a programjuk maga a cél is lenne, azaz elpusztítani a nemzeti együttműködés rendszerét, ám az igazi városépítő elképzelésekről kevesebbet lehetett hallani. 4 kihívója maradt végül a polgármesternek. Az önkormányzat szervezésében már 8. éven nagyon jól működik az egyházi kerekasztal, de szerencsére nem csak a kerületi vezetés tud kommunikálni az egyházakkal, hanem a felekezetek közti párbeszéd is remekül működik. A különböző egyházak nagyon sokat segítenek a városvezetésnek is, hiszen a szociális ellátásban komoly szerepet vállalnak, a hajléktalan ellátástól kezdve a nagycsaládosok segítéséig, de a kerületi szociális ágazatnak is segítenek, hiszen megmutatják a rászorultakat. Az önkormányzat pedig rendszeres, évről évre pályázat útján segíti a templomok, imahelyek felújítását.
A valóságtól elrugaszkodottak és kártikónynak nevezte a brit kormányfő Brexit javaslatait az ellenzéki munkáspárt vezetője a londoni parlament alsóházában. Brüsszel és a brit parlament el fogja utasítani Boris Johnson javaslatait az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről, mondta Jeremy Corbyn. A brit kormány új javaslata egységes árukereskedelmi szabályozási térség létrehozását irányozza elő az Ír-szigeten, hogy ne legyen szükség ellenőrzés bevezetésére az Észak-Írország és az Ír köztársaság közötti áruforgalomban az unióból való kilépés után. A javaslatok irreálisak és kártékonyak, és gondolom ezt a miniszterelnök nagyon jól tudja, el lesznek utasítva Brüsszelben, el lesznek utasítva ebben a házban, és el lesznek utasítva szerte az országban, szögezte le Corbyn. Nem lesz kettős mérce a költségvetési szabályok alkalmazásában, minden tagország azonos elbánásban fog részesülni, szögezte le európai parlamenti meghallgatásán az uniós gazdasági biztosnak jelölt Paolo Gentiloni. A volt olasz miniszterelnök az EP illetékes szakbizottságai előtt hangsúlyozta, hogy nem kívánja egyik tagállamot sem előnyben részesíteni, Olaszországot sem. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni, nem vagyok és nem leszek egyetlen kormánynak sem a képviselője az Európai Bizottságban. Gazdasági biztos leszek, közölte. Európai uniós szinten kell cselekedni annak érdekében, hogy ne lehessen fellépni a humanitárius tevékenységet végző civilek ellen és bűncselekménynek tekinteni a migránsoknak nyújtott segítséget, jelentette ki az Európai Bizottság migrációs igazgatóságának vezetője Brüsszelben. Michael Schotter, az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága migrációval foglalkozó meghallgatásán tartott beszédében hangsúlyozta, a migránsok megmentésén dolgozó civil szervezetek az Európai Unió jogszabályai alapján nem követnek el bűncselekményt. A szeptemberben Máltán megkötött a földközi tengeren felvett emberek Európai Uniós tagállamok közötti szétosztására szolgáló ideiglenes menekültügyi mechanizmus előremutató. Fontos, hogy ahhoz minden tagállam csatlakozzon és aktívan részt vegyen a migránsok elosztásában önálló, független és igazságos folyamat alapján, húzta alá. A kétkamarás román parlament egyesített házbizottsága szombatra tűzte ki a szociáldemokrata Dan Csilla kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáját és szavazását. A döntést az egyesített házbizottságban egy kisebbségi képviselő támogatásával többségben lévő szociáldemokraták hozták meg, a jobb-közép ellenzék ezt visszaélésnek minősítette. Az ellenzék szerint a PSD valójában már elvesztette parlamenti többségét és legitimitását, így a szokatlan hétvégi időzítéssel próbálja elérni, hogy a voksoláson ne gyűjjön össze a kormány megbuktatásához elegendő szavazat. A bizalmatlansági indítványt 237 törvényhozó írta alá. A kormány leváltásához a törvényhozók többségének támogatására legalább 233 voksra van szükség. Kijárási tilalmat rendeltek el az iraki fővárosban meghatározatlan időre, jelentette be Adil Abdul Mahdi iraki miniszterelnök, miután a második napja tartó bagdadi tüntetések erőszakcselekményekbe torkoltak, és több halálos áldozatot is követeltek. Két másik iraki városban tucatnyi halálos áldozata volt a zavargásoknak. Abdul Mahdi a hadsereg főparancsnokának közleményére hivatkozva azt mondta, hogy minden jármű és személy mozgása teljességgel tilos lesz ma, csütörtök hajnali 5 órától további értesítésig. A kijárási tilalom alól kivételt kapnak a bagdadi repülőtérre igyekvő és onnan visszatérő utasok, a mentőszolgálat járművei, a kórházak, valamint az áram- és vízszolgáltatást biztosító intézmények állami alkalmazottai, továbbá a zarándokok, áll a kormány főnyilatkozatában. Abdul Mahdi hozzátette, a tartományi kormányzók saját hatáskörben eldönthetik, hogy ők is bevezetnek egy kijárási tilalmat. A kék-fehér lista másodikja, Jair Lapid, a 22. Knesset tagjainak eskütétele előtti frakciülésen bejelentette, hogy lemond a Benny Gantz és közte lévő rotációs megállapodásról az egységkormány megalakítása érdekében, melyet a Likud, Iszrael Beitanú és a munkapárt Geszer pártokkal képzel el. A két magyar gyökerekkel rendelkező politikus még februárban megegyezett, hogy szövetségben indulnak a választáson, és amennyiben nyernek, az első periódusban 2,5 évig Gantz lett volna a miniszterelnök, majd Lapid vette volna át a posztot. Az egységkormány kedvéért lemondok a rotációról. Sokkal fontosabb számomra, hogy az országban egység legyen, hogy ne legyen újabb választás, hogy megkezdődjön az országban a gyógyulási folyamat. Netanyahu megpróbál minket választásokba húzni. Három vádemelés alatt álló személy áll köztünk és az egységkormány között.
Az országnak a kék-fehér vezette egységkormányra van szüksége, a Likuddal, Liebermannal és a Munkapárt képviselőivel. Ez az, amit a kampány során mondtunk. Gazdaság. A Kopint Tárki Konjunktúra Kutató Intézet a szeptemberi előrejelzésben 4,8%-ra emelte a GDP idei növekedésére vonatkozó várakozását a júniusban közölt 4,5%-ról. A 2020-ra vonatkozó előrejelzése változatlanul 3,2% maradt, ismertette Palóc Éva, a Kopint Tárki ZRT vezérigazgatója. Hozzátette, hogy 2019-re 3,4%-os éves átlagos inflációt várnak, ami 0,1%-pontos csökkenést jelez a júniusi várakozásaikhoz képest. A jövő évre vonatkozó korábbi 3,7%-os inflációs előrejelzésüket pedig 3,4%-ra módosították. Palóc Éva kiemelte, Magyarország a második negyedévben éves alapon elért 4,9%-os GDP bővülése, a második leggyorsabb ütem volt az Európai Unió tagállamainak sorában. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a világgazdasághoz hasonlóan a magyar gazdaságban is láthatóak a lassulás jelei, emiatt a 2018 egészében elért 5,1%-os bővülés után az intézet az idén 4,8%-os gazdasági növekedésre számít. Végül az időjárásról. Ma a mérsékelt hidegfront alakíthatja az időjárást. Erősen délután itt-ott szakadozottabban felhős idő van kilátás. Elszórtan elsősorban északon fordulhat elő zápor, időszakos esők. Élénkül az északnyugati szél. A jellemző hőmérséklet átlaga szombat reggel 6-9, napközben 15-18 fok körül alakul. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Szép hétvégét kívánok, továbbra is tartsanak velünk, viszontlátásra!